Hogyan született meg ez az est? Először is nagyon-nagyon szeretjük ezt a könyvet, ahányan készítettük ezt minden annak idején, amikor ez megjelent, ezt többször olvastuk. Nekem nagyon sokáig ott volt az ágyam mellett, és mindig felfelnyitogattam, és mindig megkaptam az aznapra való jó tanácsot, meg szép gondolatokat. Perés Jánosnak volt tulajdonképpen az ötlete, aki a Spirit Színháznak, a jelenlegi Spirit Színháznak az igazgatója, akkor még nem volt Spirit Színház, de akkor mi elkezdtük ezt 2000. Szóval 9 éve, én kb. 9 éve, ő találta ki, hogy ebből legyen egy szép est. Kutik Rezső gitárművésszel, akivel közösen megjelent, azt hiszem, 3 lemezünk, latin, görög, meg mindenféle lemezünk megjelent, és ő összepárosította, azt gondolta, hogy milyen jó lesz ezek a szép gondolatok, ezekkel a szép érzelme zenékkel. És aztán tulajdonképpen közösen, tehát ő kiválasztott részeket, volt, amit én azt gondoltam, hogy azt én nem tudnám jól közvetíteni, tehát így közösen kiollóztuk azokat a Müller Péter gondolatokat, amiket beleraktunk ebbe az előadásba, és beleraktuk egy olyan millióbe, hogy egy kvázi mi ketten készülünk egy fellépésre, és az én öltözőmben próbálunk, elkezdjük próbálni az estet, de közben mindig megzavar egy-egy gondolat, és akkor azt elmondom, van vetítés, tehát egy olyan kis izgalmas kis 60 perc. Kétféle beszélgetés van. Az egyik, amikor mondom a magamét, amikor én vagyok a fontos, amit én gondolok, amit én látok, amit én érzek, amit én fájok, egy színjáték, amiben én vagyok a főszereplő. A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Na, ez nagyon ritka. Pedig aki a magáét mondja, egyedül van. Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá. Ennél jobban nem lehet kifejezni azt a világot, amit úgy is lehet nevezni a szeretetlenség világa. Mi jut eszedbe, ha kimondom szeretet? Biztos vagyok benne, hogy ennek a szónak a megértésétől függ minden. Mert a szeretetről egyedül beszélni nem lehet. Mindenről lehet, de erről nem. Mert a szeretet lényege az együtt. A veled, a velünk. Kell hozzá a másik. Kell lesz hozzá te. Na. Hát nem marad más hátra. Mint hogy megpróbálunk egymásról segíteni. Jó, hát tudom, hogy nem lesz egyszerű, mert nem csak én járok önös világomban, hanem te is a sajátodban, de ha összekapaszkodunk, két önző varázsvilág, talán tudunk egymáson segíteni. Tudunk egymásnak segíteni élni. Vak vezet világtalan. Hát lehet, hogy ilyenkor önzésünk buborékai szétpattannak, és belekerülünk egy olyan világba, ami nem varázslat többé, hanem valóság. Na, ez a szeretet világa. Az együtt világa. Az a perc, amikor valóban szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata, a többi nem az. A többi boldogtalan káprázat.
Persze, mi pont fordítva gondoljuk. Mi azt gondoljuk, az a valóság, amikor egyedül, kővédermet magányos lélekkel élünk, és a szerelemről, a szeretetről gondoljuk, hogy káprázat, mámor. Amikor szerelmes vagyunk, mit mondanak ránk? Te meg vagy őrülve, öregem, tehát te el vagy varázsolva. Pedig életünk egyetlen valóságos pillanata, amikor szeretünk. Amikor végre fölhagyjuk görcsös önvédelmünket, és megpróbálunk egymásban, egymásért élni. Nézzük. Aki a saját varázsvilágában él, az nem szeret. És mennyire volt nehéz a szöveggel való munka, vagy mennyire nehéz egyedül kiállni a közönség elé? A szöveggel való munka nekem, aki ezekkel nagyon, nagyon mélyen egyetértek, meg nagyon mélyen átérzem ezeket a szövegeket, nekem mondjuk csak megtanulni volt nehéz, mert nagyon gyorsan kellett volna, ki volt már tűzve a dátum, és sok munkánk volt közben, és hát gyorsan kellett megtanulni. De átadni nem nagyon nehéz, mert én nagyon, tehát én mindig, amikor a lemezt is csináltok, én csak olyat, nyilván, ha én magam választom, akkor olyat csinálok, olyan gondolatokat, amiket én átérzek, és amiket át tudok adni. Tehát amiről én nekem sincs semmi fogalmam, azt ugye elmondom, és aztán azt kit érdekel, azt nem szeretem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt nehéz, és bizony minden egyes előadáson megvan az az egy pár, vagy kettő, akik már az első gondolat után így összemennek, megfogják egymás kezét, ha a lány ráhajtja a fejét a férfi, és akkor mindig megnyugszom, hogy igen, na erről van szó, pont erről van szó, hogy a szeretet meg az együttlét, ez mennyire fontos. Mennyire van alkalma vidékre is elvinni az estet? Hál' Istennek van, most legközelebb Sárospatakra megyünk, voltunk Debrecenben, voltunk, szóval szoktuk vinni, és tegnap előtt 17. kerületben Budapesten voltunk. Szeretik, hála Istennek, szeretik, akik hát aztán utána meg nagyon, amikor aztán túl vagyunk rajta, akkor meg nagyon látszik, hogy örülnek, hogy ott voltunk. Tapasztaltál már, csak soha nem gondoltad végig. Nem mindig annak adjuk vissza adósságunkat, akinek tartozunk. De ez nem is törvényszerű, hogy így legyen, hiszen egyetlen tett sem csupán két ember dolga. Egyetlen tett, hogyan szalad végig a világhálón? Hogyan megy tönkre emiatt sok-sok társadalom, sok-sok jövőben él, rend, sok-sok élet? Az egységet meg lehet bontani, de törvényszerű, hogy helyreállítja magát. Minden önző cselekedetünk, amivel megbontjuk a szeretet egységét, visszahatást szül. Ez a karma. A szeretet énytelen, nincs karmája, de minden más cselekedetnek van. Ezért van az, hogy
életünk aránytalanul nagy részét olyan lelkek között éljük le, akikkel a karma törvénye hozott össze minket. És sorsunk az elfogadás, tűrés, elszenvedés, kiegyenlítés, vagyis a szeretet megtanulásának küzdelmes folyamata.